Na jó, ez hülyeség. Szóval... Sziasztok, Matilda vagyok, és végre süt a nap. Igen, szóval a mai videó, és nem tudom, szerintem elég könnyen kitalálható, amikor már felhúzom a felvett táboros pólómat, az úgy valahogy sejteti, hogy valószínűleg Percy Jackson témájú videót fogok készíteni. És ezt a videót sokkal korábban meg kellett volna csinálnom, csak valahogy nem jutott eszembe, és nem tudom miért, de mindegy. Szóval mostában mindig ilyen hülye, viharos idő volt, és sötét volt, és egyszerűen olyan fényviszonyok, hogy nem tudtam videózni, aztán most már végre rávettem magam, hogy ide vonszoljam a dolgokat, amik kellenek a könyves polcomhoz, mert hát ma süt végre a nap, mert egyébként abszolút demotivált vagyok minden téren, és videózni sincs nagyon kedvem, pedig amúgy van egy csomó videóötletem összeírva, így legalább 10, szóval pont ilyenkor kell ilyen alkotói válságot összeszednem, vagy nem tudom, ilyen motiváció hiány, de most rávettem magam, úgyhogy itt vagyok, csináljuk. Remélhetőleg fel tudok venni 2 videót, mert 2 is terveztem ma felvenni, de van egy olyan érzésem, hogy a kamerám aksia nem fog 2 kibírni, úgyhogy bele is csapok, mielőtt lemerül. Mert nem tudom, mikor volt utoljára töltve. Helyzet az, hogy itt van nekünk ez a csodálatos könyvünk, a Villámtól vagy Rick Riordantól, amit én imádok és szeretek, mint ezt mindenki valószínűleg most arra már tudja. És nem tudom, hogy mikor volt a bejelentés, ugyanis fogalmam sincs, hogy mi történt májusban, és már június van, és néha elfelejtem, hogy már június van, de azt hiszem valamikor májusban volt a bejelentés, hogy végre valahára győzelmet aratott a Percy Jackson fandom, és ezt a csodálatos sorozatot, amit imádok és szeretek teljes szívemből, újra adaptálják. Igen, újra adaptálják a Percy Jacksont, és úristen, tehát mikor én ezt a hírt megláttam. Hát az boldogság volt, az olyan szintiszta öröm volt, mert persze ugye van 2 Percy Jackson filmünk, de hát nem a legjobbak, maradjunk ebbe. Valaki szereti őket, nagyon sokan nem szeretik őket, Rick Riordan nem is nézte meg őket, mert amit ő tudott róluk, az neki bőven elég volt ahhoz, hogy ne nézze meg. És most végre sok-sok tárgyalás és minden egyéb után be lett jelentve, vagy hát bejelentették, hogy a Disney Plus fogja adaptálni a Percy Jackson könyveket. Sorozatként, úgyhogy most mindenki nagyon happy, a Percy Jackson fandom az így felé lett, tehát hogy mikor felkeltem másnap reggel Tumblr-ön, meg mindenhol a Percy Jackson hashtag az így trendingelt, vagy hát népszerű volt, ilyen toplistás. Úgyhogy tényleg így valaki, azt hiszem láttam egy ilyen posztot, hogy a Percy Jackson fandom az most szó szerint a hamvaiból támad fel, és igen. Na most ugye ez a sorozat valószínűleg most még egy ideig nem lesz, mert még csak most lett bejelentve, hogy majd lesz, és újra lesz adaptálva, tehát hogy még casting, meg a részek megírása, meg ilyenek még nincsenek, meg még kb. Most kezdik el őket, de hogy ez fix, lesz Percy Jackson sorozat, és most mindenki nagyon happy, én is nagyon happy vagyok, nagyon örülök neki, úgyhogy most nagyon sokáig kell élnem, mert remélem, hogy ezt az egész polcot itt adaptálni fogják, és lesz minden egyes könyvből sorozat, úgyhogy a sokáig tart pedig, úgyhogy de nekem látnom kell őket, úgyhogy addig élnem kell, amíg be nem fejezik a sorozatokat. Már ha addig, remélhetőleg sikeres lesz a sorozat. Mindenki erre készül, hogy sikeres lesz és jó lesz, és nem rontják el, és nagyon megkapjuk végre azt az adaptációt, amit érdemlünk. Na igen, és akkor elérkeztünk oda, hogy mi is a mai videó témája. Ez ilyen, összeszedtem 10 olyan dolgot, amit szeretnék, hogy, hogy adjon nekünk, vagy hát legalábbis nekem, az új adaptáció, ha majd egyszer oda kerülünk, hogy meg lesz. És egyébként azért reménykedek ebben, vagy mindenki azért reménykedik abban, hogy jó lesz, mert úgy van, hogy Rick Riordan is dolgozni fog, a forgatókönyvön meg van beleszólása, szóval ott, hogyha valami nagy hülyeséget akarnak csinálni, bele tud szólni, hogy ezt azért ne. Úgyhogy reméljük, hogy jó lesz. Akkor nézzük, hogy összeszedtem ezt a 10 dolgot, amit szeretnék látni a filmben mondhatni. Ez úgy indult egyébként, hogy összeszedek 10 jelenetet, ami benne van a könyvben, de nem volt benne a filmekben, és szeretném, ha benne lenne a sorozatban.
de aztán végül kevesebb jelenet lett, meg egy-két ilyen egyéb dolog. Úgyhogy az első dolog, amit szerintem így kollektíven mindenki szeretne, hogy ugye a Percy Jackson sorozatban az a lényeg, hogy fiatalok a szereplők, mert hogy nem nagyon élik meg elméletileg a felnőtt kor, tehát eleve 12 éves korról indulunk. Ja igen, szóval elméletileg minden könyv egy évadot fog felölelni, ami tök jó. De tényleg, tehát hogy a Percy Jacksonban annyi minden történik, hogy ezt csak sorozatként lehet jól adaptálni, mert egy filmben nem tudod belesűríteni az összes eseményt. Szóval igen, 12 év körüli cast, vagy legalábbis olyan színészek, akiket el lehet adni 12 év körülinek. Azt hiszem, láttam is egy ilyen posztot, hogy elméletileg majd olyat próbálnak castingolni, olyan színészeket, ami már alapból jobb teljesítményt fog nyújtani a filmekhez képest, mert ott ugye elméletileg 16 évesek voltak a szereplők, és nem, 12 évesek, úgyhogy remélem ez meg lesz a sorozatban. A második, hogy nekem igazából minden ilyen kedvenc sorozatomnak, meg filmnek ilyen nagyon jó a zenéje, és én nagyon szeretném, ha találnának egy olyan, vagy hogyha írnának a sorozathoz egy olyan zenét, amit hogyha az ember meghal, akkor tudja, hogy igen, ez a Percy Jackson zenéje. Szóval ez egy ilyen, nem elvárás, csak szeretnék órákon át Percy Jackson soundtracket hallgatni, úgyhogy igen, szeretnék egy jó soundtracket hozzá. Amit én a filmekben nagyon hiányoltam, miután elolvastam a könyveket, az az volt, hogy ugye elméletileg ugye van a kis egyenruhájuk, a póló, meg ez a kis nyaklánc, és igen, azt jó lenne látni, hogyha a felvert táborban lévő szereplőket úgy öltöztetnék fel, hogy ez van rajtuk, mert ez igazából, hogyha belegondolok, eléggé hiányzott a filmekből, és jó, ez most nem egy olyan hatalmas nagy dolog, mert például Harry Potterben is kb. A második rész után soha nincsenek kb. Talárban, de hogy ugye annak az lenne a lényeg, hogy talárban vannak, és ja, a Percy Jacksonon is az lenne a lényeg, hogy ez a tábori egyenruha. Úgyhogy legyen már benne, és akkor legalább nem kell az öltözködésükön se túl sokat gondolkodni, mert egy pólót rájuk adsz is. Tessék, kész a csoda! És akkor elméletileg így maradt 7 olyan dolog, jelenet, aminek benne kéne lennie, a szerint, hogy hát én nagyon szeretném látni a sorozatban. Az első, amikor, ja igen, hát nyilván olyan dolgokat fogok itt most mondani, amiket spoilerezek, mert ezek spoilerek, de hát hogyha valaki olvasta a Percy Jacksonot, akkor tudja, ha nem, akkor ez spoileres lesz. De én ezeket látni akarom, és most nem fogok spoilermentesre menni, mert a jelenetek önmagukban spoileresek. Szóval, első dolog, amikor Percy bekerül a félvértáborba, és ugye kicsit ki van ütve a Minotaurusszal való harc után, és amikor az a jelenet, amikor Annabeth mondja neki, hogy nyáladzik álmában. Egy ezt látni akarom. Tehát, hogy az az első olyan jelenet, ami a kettejük dinamikáját úgy igazán bemutatja, ugye a későbbiekre nézve, és az kell az a jelenet. A második, és szerintem az egész filmnek az egyik legfontosabb könyvnek. Szóval az egész Percy Jackson és az Olimposziok a villámtolvaj könyvnek a legfontosabb mozzanata, ami miatt Percy főleg ugye központi szereplő lesz, amikor kiderül, hogy ő Poseidon fia. És a filmben abban ez így alapból tudott volt. Ami oké, meggyorsította a filmnek a cselekményét, de a könyvben meg fontos mozzanat, hogy az kiderül. És amikor Poseidon elismeri Percyt, mint fiát, a zászlórablás, mi volt annak a neve magyarul? Fogd meg a zászlót, kapd el a zászlót, szerezd meg a zászlót, valami zászlós, capture the flag, angolul ezt tudom. Ugye aközben, hogy hívják azt? Aközben ismeri el Poseidon Percyt. Az a jelenet, amit hogyha kihagynak a sorozatból, akkor nem nézem tovább, de tényleg az a jelenet kell, az egy kulcsfontosságú jelenet, az oda kell. Anélkül már nem is lehet jó a sorozat. Mert ugye az a pont, amikor kiderül, hogy a Triásznak van élő gyereke, ami egyrészt paktum megszegés, de hogy ott van a profécia, és ott van mindenféle egyéb, és ez fontos. És ráadásul az a jelenet, az a könyvben is annyira epikus, és annyira jó, és van is róla egy annyira jó fanart, tehát nem biztos, hogy meg fogom tudni keresni, de ha igen, akkor beteszem ide, és ezt látni akarom vásznon. Tévében, filmen, akárhogy csak látni akarom azt a jelenetet élő szereplőkkel. Aztán ugye a könyvekben elég hamar Percy és Annabeth adnak egymásnak beceneveket, ugye
Percy lesz hínáragyú, Annabeth meg... magyarul hogy van? Angolul wise girl. Na mindegy, szóval, hogy a seaweed brain és wise girl angolul. Azt tudom, hogy hínáragyú volt, de nem emlékszem magyarul, hogy volt Annabeth-ben a szeleve. Na mindegy, de amikor azokat egymásnak adják meg, hogy egyáltalán ugye egy csomószor hívják egymást így, ezt is látni akarom a filmben, vagy a sorozatban, hogy beceneveket használják egymásról. Aztán ugye a filmben konkrétan két isten, hármat, szóval nem látunk túl sok istent, pedig egy csomó isten amúgy megjelenik a könyv során, eredetileg, és nem csak a végén, amikor az Olimposzon vannak. És ugye a filmben Poseidon, Zeus, Persephone és Hades talán ők vannak csak így benne ott a menet közben. És akit én szeretnék látni a sorozatban, és hát hogyha tényleg jól adaptálják meg a sztori szerint, akkor benne kell lennie, az pedig Árész. Ugyanis Árésznak az első könyvben elég fontos szerepe van. Emma orrod. Szóval Árésznak elég fontos szerepe van, úgyhogy benne kéne lennie azoknak a részeknek. Tehát például ott Percynek ugye a könyv vége felé van is egy csata jelenete Árésszal, úgyhogy annak is benne kéne szerintem lennie, főleg, hogy ez egy nagyon jó jelenet. Ami még olyan a könyvekből, hogy igazából valamennyire a második filmbe vitték bele ezt a vidámparkos részt, mert ugye az első könyvben bennek egy vidámparkba, és ezt valahogy a második filmbe vitték bele, nem tudom, hogy csinálták, mindegy. És mondja, Árésznak kell visszahozni... pajzsát? Valamit Árésznak kell visszahozni. Szerintem a pajzsát, meg az Afroditének a sája van még talán ott. Ugye amikor elmennek érte a vidámparkba, akkor bekerülnek a csapdába, amit Éva is az állított, és Annabeth és Percy azon a szerelmi csónakázós alagutas dolgon végigmennek. Amúgy úgy utálom, hogy keveredik bennem a magyar és az angol, tehát az Olympus hősei, meg a Percy Jackson és az Olympusziak, és jobban emlékszem, hogy angolul hogy hívták a dolgokat. Na mindegy, szóval van az a szerelmi csónakázós járat, amire bekerült Percy és Annabeth, és az is egy nagyon jó jelenet, és én azt szeretném látni. Meg volt a neve annak is, de nem emlékszem. Próbáltam egyébként sorba rendezni a dolgokat, de nem jött össze. Van, amikor Percy bekerül a táborba, és még senki nem tudja, hogy ő Poseidon fia, és Clarisszal egyből utálják egymást, akkor van az a jelenet, amikor Clarissa a WC-be akarja nyomni Percy fejét. És Percy ugye akkor még nem tudja, hogy ereje van, meg ilyenek, és a WC-ből kiirányítja a vizet, és eláztatja Clarisst. És az a jelenet, az kell. Az muszáj látnom. Én azt muszáj látnom filmben, vagy sorozatban, értitek, hogy mire gondolok. Tehát, hogy az annyira egy jó jelenet, meg ugye az is például egy olyan jelenet, ami megalapozza Percy és Clarisse ellenállását így egymással szemben, meg a konfliktusukat, meg ugye az így az árészos dologra is kivetít, arra is utal a későbbiekben, ugye. És az az első olyan pont, ahol így rájövünk, hogy Percynek van valami ereje, úgyhogy itt valami csel van. És például ugye a filmekben ez is nagyon rossz volt, hogy Clarisse nem is volt benne az első filmben. Csak így hirtelen a másodikban, és így hirtelen az volt, hogy ő és Percy ellenségek. De azt nem tudjuk miért, meg hogyan, meg ő honnan került ide. Igen, nekik is van egy történelmük, és azt annak benne kéne lennie az első összetűzésnek, meg ugye itt ugye mondtam, amikor Percyt elismeri az apja, ott is ugye Clarisszal harcol előtte éppen, és ott derülnek ki a dolgok. Szóval ezeknek benne kéne lennie, mert ezek olyan alap kapcsolatokat építenek ki a karakterek között, amik kellenek a megalapozása az egész sorozatnak. Egyébként már pont olvastam Twitteren ilyen listákat, hogy mik azok a dolgok, amiket szeretnénk látni a filmben, pár, hogy mi az, amit végre látni fogunk a filmben, ugye nem tudjuk biztosra, hogy mit fogunk látni. Sorozatban, bocsánat. És akkor ott láttam, és ott jutott eszembe nekem is ez például, hogy ugye, ha úgy csinálják meg a sorozatot, hogy ilyen Percy alámondásos narráció, vagy csak az első rész elején van egy ilyen kis narráció Percy-től. Ugye mindenki, aki olvasta a Percy Jackson első részét, azt tudja, hogy itt a legelső, legelején, ugye Percy-től van egy ilyen kis bevezető, mielőtt elindul a történet, és ugye azt mondja, hogy tudod, én nem akartam félvér lenni, és ez az ikonikus indító mondata az egész sorozatnak. Szóval
az szerintem tök jó lenne, hogyha maga a tévésorozat is úgy indulna, hogy egy ilyen Percy narráció, ugye, hogy még nem látjuk magát Percyt, hanem csak így mondja, így bevezetik az egész sztorit valahogy, és akkor mondja, hogy ő nem akart felvedleni, tehát hogy ez a mondat az nekem úgy kellene. Ugye annyira nem szoktak ilyen narrálást tenni az ilyen sorozatokban, filmekben szerintem, de hogy például, hogy most mondjak egy példát, amire konkrétan emlékszem, hogy volt ilyen külső narrátor, de a főszereplőnek a külső narrációja, az alkonyat volt, mert ott is azt hiszem, kb. Láttam kétszer az alkonyatot, és nem is szeretem, de hogy azt emlékszem, hogy Bella tutira narrálta a filmeket az elejükön. Azt hiszem, nem, az biztos, hogy valahol volt ilyen külső narráció, hogy ment a kamera, mutatták a fenyveseket, és ott Bella magyarázott. Erre emlékszem, és egy ilyet minimum az első rész elején akarok látni a sorozatban is, mert az nagyon jó lenne. Hát én ezeket szeretném látni majd, amikor végre lesz egy sorozatunk, de mivel eléggé rá vagyok, amúgy miért van ennyire megkopva, persze, ugye most még nagyon nem tudunk sok mindent, de majd úgyis lesz cast, vagy úgyis lesznek majd szereplőválogatások, meg újabb bejelentések, úgyhogy biztos, hogy nagyon sok... Szóval, hogy biztos, hogy ezekről nekem lesznek videóim, mert azért nekem a Percy Jackson egy elég fontos könyvsorozat, és ha lesz trailer, meg lesznek végre szereplők, meg minden, biztos, hogy fogok róluk videót csinálni, mert kell, mert én itt a Percy Jackson tábort erősítem. És mielőtt befejezném a videót, nagyon gyorsan elmondom, mert ezt mindig megkérdezitek, amikor veszek fel Percy Jackson-os videót, és ugye akkor mindig ezt az öltözéket használom. A pólót is én csináltam, ez a felirat, ez rá van nyomva, meg a kis paci is, ezt így úgy csináltam, hogy megcsináltam a mintát, és rányomta erre a csodás narancsárga pólóra. A nyakláncot meg szintén én csináltam, tehát ezek ilyen fagyöngyök, és azokat festettem le. Olyan, mint a szerint, mint a könyvekben. És jó hosszú lett ez a videó, de se baj, mert régen volt Percy Jacksonos videó. Belefér néha. Hogyha esetleg van olyan jelenet, amit én most nem mondtam el, biztos van, de ti nagyon szeretnétek például látni a sorozatban, akkor írjátok meg kommentben, hogy melyik az a jelenet. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!